Szép napot kívánok mindenkinek! A mai nappal véget ért a Coca-Cola testébresztő testőr team munkája, melynek során 7 életmódváltó életét segítettük azzal, hogy jó tanácsokkal láttuk el, és feltehetőleg elindult a sikeres életmódváltás felé vezető úton. Nézzenek bennünket, nézzék az összeállítást és a többi érdekességet is, amivel készültünk. Az utóbbi 3 évben mióta próbálkozom, mert hogy figyelmeztettek orvosok, hogy jó volna fogynom, azóta nem megy. Ruhapróbára mentem, hogy vegyek mindenképp magamnak egy farmert, és mikor már a 46-os méretet kellett bevinnem a próbafülkébe, akkor mondtam, hogy itt vége. Mindenkinek meg kell felelni, és meg kell próbálni mindent elkövetni annak érdekében, hogy jó legyen a két gyereknek is megteremteni ugye a feltételeket. Bárhogy is veszük, ezt el kell fogadjam, hogy viszont szívbeteg vagyok. Van egy szívműtétem, van egy pacemakerem, ezzel együtt kell tudnom élni. A barátaim, a családom, ha szeretnek és nemet mondok, azt ugyanúgy el kellene, hogy fogadják. Ezt szerintem észre tudja az ember, de néha ez nehéz. Én vagyok az anyukája, az apukája egy személyben, igen. És én vagyok a családfő és a családfenntartó és minden, ami különben két ember feladata lenne. Igazából azt gondolom, hogy a párkapcsolati problémáim, vagy az, hogy nem találok párt, az lehet egy oka az olyan lelki blokkjaimnak, ami esetlegesen a súlyfelesleget is okozhatja. Ha volt olyan foglalkozás, ami az elmúlt 2 hónapban minden embernél egészen máshogy történt, akkor Zsuzsi foglalkozásai biztosan azok voltak, mert ugye ez a mentális tréning, segítség, amit kaptatok az életmódváltáshoz, ez mindenkinél egész máshogy történt. Most viszont egy olyan foglalkozásra készültök így együtt, ami mindenkinek alkalmas lesz, mindenkinek segít, mindenkinek jó valamire, és így körbenülve végzitek. Mi fog történni? Így van, és nagyon jól mondtad, hogy mindenkinek segít, és mindenki segít mindenkinek. Ez gyakorlatilag egy szupervíziós foglalkozás lesz, hogy visszajelzéseket tudnak adni egymásnak a lányok. Én csoportvezetőként fogok ebbe részt venni. Kicsit mindenki bemutatja magát egy játékos feladaton keresztül, aztán azzal foglalkozunk, hogy milyen erőforrásokra kell rá erősíteniük esetleg. Első hallásra nekem is hihetetlennek vagy furcsának tűnt, hogy nem vagyok alkalmas helyen itt, mert hogy itt egy körben ültök, azt fogjátok képezni együtt, és ha te leülsz, akkor záródik a kör. Igen, ez így van. Tehát például üres szék nem lehet ilyenkor a körbe, és nem is hagyhatja el senki a kört. Ez nagyon fontos, hogy így áll helyre az energetikája a foglalkozásnak, így van. Az, hogy még azelőtt el kell hagynom a kört, mielőtt elkezdenétek dolgozni, úgyhogy hagylak is benneteket. Arra kértelek benneteket ilyen kis házi feladatként, hogy hozzatok magatokkal egy olyan tárgyat, ami szimbolizálja az életmódváltásotokat. És az lenne a kérésem, hogy kezdje el valaki, és ő mindig adja át valakinek a szót, jó? Tehát, hogy ne ilyen sorba mechanikusan menjünk, hanem mindig valakinek adjátok át a szót. Mutassátok be, hogy mi ez a tárgy, ami szimbolizálja az életmódváltásokat. Kicsit azt is elmondva, hogy miért jelentkeztetek erre a programra. A szimbólumok nagy haszna, hogy segítenek túllendülni a holdpontokon. Ezért kértem a lányokat arra, hogy mindenki hozzon magával egy szimbólumot, ami az ő életmódváltását jelképezi. Monika például elhozta a pacemakerét és egy fényképalbumot, Krista szintén fotót hozott, méghozzá lányai fotóját, és azt is elmondta, hogy a lányai miatt csinálja tulajdonképpen, ők motiválják erre. Bernadetta tornacipőjét hozta el, amelyben majd szeretne futni járni, Alice pedig a testébresztő pólót. Ezzel is utalta arra, hogy mekkora lökést kapott attól, hogy bekerült ebbe a programba. Én azt gondolom, hogy a kezdőlökést megkapták a lányok, de innentől rajtuk múlik, hogy hogyan fognak boldogulni a mindennapokban. Az ő döntéseik nyomnak a legtöbbet alatba. Hölgyeim, moccanjunk! Most megtornáztatom őket. A kardioedzéseket fogom még beiktatni, kicsit többet, és úgy lehet, hogy eredményes lesz. Olé! Az első, amit biztosan tudok, hogy rendszeresen fogok ezen túl sportolni.
amikor nem jutok el edzőterembe, vagy nem tudok máshogy aktivizálódni, akkor egy 8-10 percet mindenképpen erre fogok fordítani minden nap. Jó néhány hét munka áll mögöttünk, mindenkinek szólt a tanács, hogy rendszeresen kell sportolnunk, akkor ha életmódot szeretnénk váltani, és figyelnünk kell a kalória egyensúlyra. Összefoglalva nagyjából ez az, amit megtanultunk majd 2 hónap alatt. De hogyha végig gondoljuk, mi az, ami mindig elcsúszik az életmódváltás, amire jobban kell koncentrálniuk a lányoknak, akkor mi az? A lányok edzései között található alakforráló edzés, kardioedzés, súlyzós edzés. A lényeg az, hogy rendszeresen mozogjunk, legalább hetente 3-szor, és szerintem a lányok nagyon élvezték ez a közös kis mókázást. Ezt azért csináltam, azért állítottam nekik össze, hogy lássuk, hogy végül is akkor a leghatékonyabb az edzés, hogyha élvezzük és jó kedvel végezzük azt. Arról már rengeteget beszéltünk, hogy mikor, mit tehetünk, mennyit tehetünk abból, és mivel párosítsuk, szóval ezt nem fogjuk most újra elismételni. Helyette inkább mindezt gyakorlatban kipróbáljuk, szóval megeszünk mindent, ami az asztalon van. De előtte még egy-két jó tanácsot adj nekünk. Azt gondolom, hogy nagyon jól reprezentálja ez az asztal az egészséges táplálkozás fő szabályait, aminek az egyike a változatosság. Hogyha ilyen szépen színesen válogatunk, akkor biztos, hogy minden szükséges anyaghoz hozzájut a szervezet. A másik pedig a mértékletesség, amire most mindenkit bíztatok majd, mert elhangzott, hogy mindent meg fogunk enni, de érdemes lesz majd azért az adagokban egyfajta észszerű mértéket tartani. Számomra ennek a néhány hétnek a fő tanúsága az volt, hogy az életmódváltást valóban nem késő elkezdeni, sosem. Különböző sorsokkal, különböző emberekkel találkoztunk, aminek nagyon örülök, hogy itt lehettem és a részese lehettem. És egy jó tanács akkor így zárásként mindenkinek, hogy nem kell tökéletesen csinálni, nem kell 100%-ban csinálni, elég egy apró lépéssel elkezdeni, például az egészséges táplálkozást, és ezzel nagyon-nagyon messzire jutunk majd el. Oda fogok figyelni a táplálkozásomra, ami nagyon fontos, amit a mai nap folyamán meg is tanultam, hogy keveset, többször, ne este, amikor hazaérek, akkor szavaid elé vegyem ki a hűtőszekrényt. Mindenképpen a napsolnivalókat majd megpróbálom egy egészségesebb formában megoldani, tehát akár ezekkel a gyümölcs turmixokkal, vagy édes sós muffinokkal. A testébresztő program mindig élen járt abban, hogyha életmódváltásra kellett rávenni embereket, akkor mindig megtalálta a módját, a lehetőséget tömegsportrendezvények vagy személyre szabott megoldások keretében. Az idei műsorban a szereplőket a saját lakóhelyükön kerestük fel, hogy ezzel is még közelebb hozzuk a nézők számára, hogy az életmódváltást bármikor bárki elkezdheti, életkortól, státusztól, élethelyzettől függetlenül. Ezzel szerettük volna még inkább az otthonokba becsempészni az életmódváltás, az energia egyensúly, a lelki egyensúly és a mozgás örömének az üzenetét.
2005 óta több mint 3 millió ember mozgott már velünk különböző szabadidősport eseményeken, ugyanis a Coca-Cola testébresztő program célja, hogy népszerűsítse az aktív, egészséges életmódot, a mozgás örömét és az energiaegyensúlyt.